Te ott élsz, Maja, miben? Hány éve? 22 éve, és milyen zenét játszol, vagy mi a stílus? Cigány, rumba, flamenco és a pop és a techno összekeverve. Ugyanúgy muzsikálok, énekelek, táncolok. Aha. Akkor magyarán te lemez szeretné itthon? Igen. Olyan hülyén vannak berakva. Te nem is értem, a rövidgatya mit keres a pólókon? Itt is pulóver is van, farmer is van. Ehe, találtam pénzet, e? Júj, de dzsukkel vagyok, na ezt se kapod meg ki. Aranka. Miami, plöna. Anyuka. Aranka. Nagyobb kalap nem volt, Arankám? Még képet küld maga, az igen, ő. Drága győzze. Mi alap se normális. Istenem, mennyi ránc van. Drága győző, nagyon boldoggá tesz, hogy ismét hallok fel. Hát kitő hallott ezt győző felől? Miami-ba, Florida-ba, ha tőn beszarok. Én már várom a milyen találkozást. Sietek haza, és jelentkezem, amint földet ér a gép. Hiszen, ha mi összeadjuk, amink van, még nagyon sokra vihetjük. Az biztos. Küldök magamról néhány fotót, remélem tetszenek. Pont. Marha szép vagy egyébként. Pont a győző esete. Szeretettel csókol aranykád. Nincs helyen. Következő lesz. Akkor most elmegyünk Sárgó-Tarjánba, beköltözöl egy szállodába. És nekem más te programom van, Marja, más te nem érek rá, mert vagyok balva. Ah, mi lenne eljönni velünk? Igazából én nem készültem bárra, úgyhogy bálirulám nincs. Megoldjuk. Figyelj, nálam nincsenek lehetetlenek, csak tehetetlenek. Megoldjuk. Figyelj, megoldjuk. Győzike, azt mondtad, hogy a Grand Hotelba hozol engem. Hát Sárgó-Tarjánban annyi ötcsillagos hotel van, Csajékom. Győzik, ez nem hotel. Hát akkor mi? Panzió! Ez egy ház! Mi a ház, Csajé? Hát azt hiszed, Tarjan, bánj ötcsillagos hotelba. Győzike! Na, beszélj ki magadra. Hát nem már! Ez nem hotel, te! Hát akkor mi? Nem disznótelepre hoztalak, Csajé, ez egy panzió. Sárgó-Tarjánban erre van igény, és ez van. Győzik, a világot bejártam mindenhol, a legpatinensebb hotel, a hotelben voltam, mindenhol. De Aranka, de oké, ez nem Monte Carlo, ez Sárgó-Tarján. Jó van! Hát ez nem hotel. Hát akkor mi? Na jó, szólj a bellboynak. Kinek szóljak, Csajé? A bellboynak, aki kiszedi a csomagjaimat. Csajé, ez Sárgó-Tarján. Ez nem Miami, mert Florida. A Manusnak, aki kiszedi a csomagjaimat. Hát de hol itt csak... Hát itt nem divat, hogy bellboy van, Csajé. Itt csak téboly van. De bardi. Győzike, most viccelsz velem? Most én meg most viccelsz velem? Majd te meg én behordjuk. Én nem hordok be semmit. Hát akkor ki hordja be? Anya? Jó van, bellboy. Te azt gondolod, hogy itt izék vannak? Te több csomagot is hozhattál. Aranyka a nevem. Jó van, bellboy. Ez én ma, ne haragudjon meg a villa. Én viszem a hegedűt, még ott van még a... Tényleg ma, ne haragudjon meg a villa. Ridikülöm. Jó. Kacatot, CD-lemezet, csokoládé, kenőcsök, levelek, aranka, fényképek. Ki ez? Azt hol volt? Hát volt benne, Denna. Ez egy munkakapcsolat. Ez egy munkakapcsolat. De ezt te most mi olvastad el? Hát megtaláltam. Tudod ma ide. De ilyet
Hiszen ha mi összeadjuk, amink van, még nagyon sokra vihetjük, ha ma mert összed el magad a tanfutó. De milyen utanfutó? Ez egy munkakapcsolat. A Miami-ból jött haza, ő egy művész, ő egy hegedű művész Miami-ban. Ja, hogy hegedű művész, azért van olyan kalap a fején. Ma, te mindenkit meg tudsz nézni. Meg korlát előtt van, hát akkor miért nem hegedűvel van így a kezébe, lefényképezve? Miami-ból hazajött, írt nekem egy levelet. Én megvartam itt a repülőtérről, elhoztam őt. Itt van, elhoztam őt. Hova? Ide Tarjanba. Minek? Hát mert gyakorolunk, próbálunk. Miért te mióta hegedülsz? Gyerekkorod óta? Én most producer meg. Ja, Lajos papu óta, értelek. De most mi bajod van? Én producer leszek. Most mi bajod van? Tudod, hogy ilyenek nem az eseteim, na. Azt te mit csinálsz, amikor ő hegedül? Én mondom, hogy producer menedzser leszek. Te leszel a producer. Így van. De miért kell, mert mindig kutalni, te mindig kutalsz. Floridát körbehakniszt, azt mondta, hogy Floridát körbehakniszt. Két hete még hentes voltam. Most ma a producer vagy? Ez hogy van? Nem értem egyébként. Meg a másik van nagyon egy nagy fejlődés. Van egy nagyon jó nagy van fejlődés. Van egy jó ére, menj el fodrasszos, minkertes ki, majd ötözi, Máranka is jön velünk a balba. Milyen balba? Hát ami estére megyünk. Ahova én megyek, oda szerintem ő nem jön. Nem tudom, mi vagy ilyen. Egy készüljé, menj el, fodrasszos, minket sem, mert megyünk a balba. Ugye, nem akarsz megismerkedni, azzal te se ismerkedem. Meg még őt is. Én ezzel nem akarok megismerkedni, most ezért nem esélyre akarok. De muszáj megismerkedni, hát de jön a balba. Nem jön a balba. De miért nem jön? Hát nem jön. Hát de hogy ismerem meg, akkor ott lesz egy csomó újságíró, riporterek, ott lesz egy csomó internetes oldalas. Hát akkor hogy viszem bele a médiába? Valahogy meg kell őt ismerni. Hát hogy te hol viszem? Nem vihetem el, kulalom egy punkaékó, el kell vinnem a balba őt. Nem. A balba semmilyen szín alatt nem hozott el. Kész. Hogyha őt viszed, akkor engem hagyja itthon. Ennyi. De most mi vagy ilyen? Akkor meg kell, be kell mutatnom szépen. De nekem ne mutass be, mert nem érdekel. Nem érdekel. Hagyjatok békén. Na, itt vagyok, szia! Következő lenne a kérdésem, hogy most mit csinálsz te most? Zseniális, nice! Következő, be kell menni a panzióba, piaccal szemben, ott van egy cigánylány. Nem mindegy ez neked, hogy milyen cigánylány? Cigánylány, bemégy, és mondod neki, hogy a Győzike küldött. Elmentek vele shoppingolni, vegyetek neki ruhát, cipőt, meg amit akartok, jó? Rendben van? Köszi, ciao, szia. Zolika, hogy drága, induljunk jobban, pörögjél. Hát most hova kell menni? Semmit nem mondasz, csak ülj be a kocsihoz, gyerünk. Hát a figyelj, hogy ez a legjobb felé, hogy Győző, be kell menni ide a szállodába, vagy mit tudom, hogy miben itt van egy szállodába, itt van egy lány. Hát milyen lány? Én honnan tudja, valami cigallon van itt. Nem is akar, honnan van, Zoli. Hát honnan van? Miami-ból. Hát az hogy szedtesz ezt a Győzőt? Én honnan tudja, most tudom, hogy mi hol van ez a, mi ez a Miami. Hát így mondod, Győző, telefonált, hogy be kell jönni, fel kell venni a lányt, meg kell vinnünk vásárolni. Mit tudom? Vásárolni? Hát csak ruhája? Én honnan tudjam. A Győző, te könnyen gondol, mindig hát ez is előtte. Összeszed mindenki. Összebb***d meg, és engem vesz előtte? Engem vesz előtte. Művész, az ruhát kell neki venni. Hát ezt ízítem én is. Hát nem az ott az, hogy otthon sietett Magyarország, nem tudom minek. Ott hagyott minden cuccalt, a Győző megígérte neki. Hát akkor gyerünk. Gyere, Zolika! Csókolom! Legyen szíves nekünk segíteni, jöttünk ide, ide vagyunk küldve. Már nehezen megtaláltuk ezt a... Valami művésznő. Van itt olyan? Igen, van itt. Szóljon már neki, hogy csörgesen már le magad, mert megérkeztünk, jó? Van? A Győző ez nagyon könnyen gondolkozik te. Jó, de hát csinos lesz akkor. Hát engem nem mondjuk, hogy csinos vagy nem csinos. Jó napot kívánok, a recepcióról vagyok. Jönnek, jöttek. Működjön velünk együtt. Ebből van szó. Na, ezt mondom nekem. Nem is tudom, hogy gondolja ő ezt neki. Csókolom, művésznő. Csókolom. Gáspár Zsolt vagyok, kezi csókolom. Győzike. Csókolom. Engem küldött a Győzike. De nem mondta neked, hogy milyen csinos művésznő van itt nekünk ságoltalanom. Atya úristen, Zolika. Te, én nem, mert haza sem megyek, Zolika. Ezért csókolom. Ezt így kell, Zoli? Eljában te! A Zsolti! Ennyit mutogatta neked magad. De tudod, mi van, hogy én a disznókatok egyet érteni. Hát erre egy lemalapszal, ha nem mindig vagyok ilyen kisasszonyokkal összekötve. A Győzi mondta, hogy van ilyen... A Győzi küldött bennünket. Milyen Győzike jön? Azt mondta, Győzike jön. Győzi nem ír rám,
majd menünk oda is, Győzi, hő. Aha. Innen menjünk 500 méterre. Én nem gyalogolom. Én nem gyalogolom. Te akkor ide hozzuk a ruhát, amit akarunk neked venni, vagy hogy akarod te? Ha neked de kéne... nekem nem tudsz választani ruhát. Hát azért kéne neked ilyen jó romalkat nézünk neked. Ha már megnézzük a bolyát. Ilyen nagy szoknyás borba engem, te ne vigyél. Elindulunk-e ma? Mert hogy meghallgassuk a te problémáidot, mert akkor nem érünk oda Győzik én, sosem. Akkor Zolika, légy szíves, ezt fogd meg. Kabátot felantjuk rád, menni fázzal. Légy szíves. Így van. Hogy van ez a kabát? Nagyobb kabát, nem volt? Gyalogolja. Ez igen. Jó van. Bírod ezt a kabátot, kis csillag? Így jó volt, a sem lesz egy gomba. És most akkor mennyit fogok gyalogolni? 500 métert, vagy 600-at. Mert én mérem, jó? Parancsolj, vigyázzál, itt a lépcsőre. Győzik-e? Jó van. Na így lassan. Jó van, Moret. Egy. Megeszem a kenyerét, máma, Győzik. Kettő. Tűzsarkúba gyalogoltat engem. Egyszer méter. Győzik-e? Nagyon jó. Várjál, Győzik. Régy, ilyen komplikált lesz, máma, Zoli. Kikettem, Moret. Zoli, ez ilyen komplikált. Én megmondom neked őszintén, ha nem bármiba éljöttünk. Ha nem bármiba éljöttünk. Hagyjuk ott valahol. Te, azt mondja. Ah, hagyjuk ott valahol. Hát Győzve, ezt nem gondoltak komolyan. Nem, ha. Beüsszük a bomba, azt próba fur ki botra. Ott hagyjuk. De itt vagyunk. Ne idegeskedjék. Köszönöm szépen. Moret. Tessék, művészt, erre megyünk. Jó, ide kedves lettél már. Azt fogni. Hova hoztál öreg asszony ruhákat? Nézd meg, milyen jó, az arcot, hogy... Csókolom, tessék nekünk segíteni. A kisasszonynak kéne ilyen elegáns, nem túl drága. Nagyon-nagyon gyönyörűséges estélyi ruha, ami szexi és brilliáns. Megpróbáljuk ki, mint egy múmisztár. Miből gondolod, hogy brilliáns ízét fizessünk neked te? Hát én nem értem, Zoli. Hát ez nem majd, most nem majd, amiben vagy. Most nem majd, amiben a Sargotarianban vagyunk. South Beach-es ruhát akarok, ilyen Miami-s, ilyen nagyon-nagyon kivágott, szexi. De mi? Most már fogjátok már meg, hogy nehéz a Lidi külön. Az a rózsaszín, az jó lenne. Figyelj majd, ebben olyan szép, tisztára úgy éreznéd magad. Barbie baba. Segíts el ebben. Persze, úgy éreznéd magadat, mintha Miami Beach-en lenni. Abba? De ez miért nem jó neked? Köszönöm szépen. És ebben raznád a buládot. Jó, nem? Na várom, hogy én nézek neked valami szépet. Kérem, Tomszol. Esküszöm neked ilyen nővel, nem találkoztam 33 éve. Nem, ugye fülkébe hagyjuk itt. Hívd fel a Győzit, beszélj vele. Ezt a nőt nem lehet kibírni. Köszönöm. Nem tudom, ez honnan szedte ezt és össze. Ne, dobálja a táskáját. De figyelj, majd nem bírunk evel a nővel. Elmentünk itt a szállodába. Nem bírunk vele. Nem gyalogol. Mi a baj? Hát én nem tudom, honnan szedted össze Győzi Manáról. Mondd meg, itt hagyjuk. Itt hagyjuk, itt adja. Kabátot fogjam neked. Kabátot, Zoli, a táskát. Neki ez nem jó, azt hiszi Miami-ban van. Elhord minket mindennek. Estére Zoli fel kell vinni neked valami. Én nem viszem, hát a bolond, ez nem viszem. Valami Győzi azt mondja, hogy balba fel kell vinni. Fel tudod vinni, vagy nem? Hát én felviszem, de ha kötözködik, én ott vagyok. Na jó, azt mondja Zoli, hogy kiteszi 60-ba ütött, ha nem úgy viselkedik. Kidobom az úton. Én nem tudom, nem bírunk vele Győzi. Na jó, próbáljuk még ütet helyrehozni. Megyünk fel, Pestre. Én? Hát te most sajnos itthon maradsz. Kivel? Szilvivel. Nem. Te be biztos bírok menni. Két kört. Összement a lábam is, ez már nagyra. Hát ez kész. Tiszta csizmás. Tiszta vicc. Engem meg besevesz az öltő. Jó az a parfüm film? Szabad? Ja. Szerintem jó, ma sietetnénk, szóljam apunak, hogy jövök. Na, én már kész vagyok, nekem még csak egy... Ó, nekem egy 5 perc. Mindenhonnan elkésünk, ugye, Bob? Mindig rá kell valni, én már kész vagyok, aha. Hajam borzasztó szép. Úgy is sminkelem magam addig, ameddig te készül. Zöldön szűk rám, le kéne fogyni én. Aránk azt mondta, hogy tök jó képű vagyok. Uh-huh. Szebb vagyok, mint tévében. Szerintem is csinos vagy. Na jó. Szebb vagy, mint a tévében. Jó, oké, cső. Szia, virág, sziasztok! Kulcsot elvisztük a miénket, jó? Bezárjuk őket. Na, sziasztok, szia, Virgin! Szia! Én is így jól szívik, gyere! Csukjátok az ajtót! Na, ez a hó van, Mószivel? Majd jönnek nem sokan. Ez
Hol a limuzin? Na, milyen limuzin? Hát a limuzin. Itt van, ezzel jöttem. Na, mivel ezzel? Hát autóval. Ez a limuzin? Hát én nem mondtam, hogy limuzin, ez egy autó. Hát azt látom, hogy egy autó, de milyen autó? Hát tiszta ledva, tiszta koszt. Tiszta belőrő, most lett kiporszívózva, kitakarítva. Hát ez nem limuzin! Ez nem kocsi! Sun, hova szeretnél ülni? Én ebben nem ülök se hátra, se előre. Hozzál akkor egy lepedőt, mert inkább nem megyek a bálba. Atya, úristen. Most hozzá egy lepedőt, oda ülök előre, de lepedőt hozzál, mert nem ülök, nem megyek a bálba, sehova se nem megyek. Mária, Jesus Christ! Hát mit hoztál? Ez nem lepedő! Hát de csak ezt adták a recepción. Hát ez nem lepedő, így üljek be a redvászkotyba! Jó lesz ez, semmi bajom nem lesz. Azt mondtam, hogy anyámba veregessem, hát mit csinálsz velem? Hát nem lepedő! Hát de jó! Azt a mindenit, hát ez nem... Üljél már be! Anyám, jól elintézett ez engem? Győzike! Adtál nekem? Csukd be az ajtót, mert úgy hideg lesz, hogy kiesel. Hát szállj ki, azt csukd be! Milyen sofőr vagy, more? Hát de nyúljál már, azt csukd már be! Nem nyúlok én! Milyen sofőr vagy? Sofőr vagy? Limuzin? Fú! Hát hol szerte fel ezt, amit győzi? Limuzin! Drága Győzikém, Ari. Itt vagyok én. Gyere, puszika. Sziasztok! Szia, drága Győzikém. Ne haragudj, van egy rossz hírem. Figyelj ide, az a helyzet, hogy most ezt ki kéne hagynotok, mert Bea veszekszik meg. Féltékeny, baromira jól nézel ki, nagyon elegáns vagy, nagyon csinos vagy, de most Zoli, menjetek haza. Nagyon elegáns vagy, gyönyörű. Ennyit utaztam. Vezetni a patinás hotelba. Küldtél értem limuzin, sofőrre. Ragam, ne haragudj. Nem van, drágám. Gyere, jó, figyelj, bocsássak, halljon meg a menet. Következő van, én bemegyek. Gyere már. Jó, ebben megyek. Jó, menjél. Ha ne félj már, mi kéne megharapod? Csak gyere ide. Na jó, már arán kap, csukolak, szia. Jó, oké. Nos, már mehetsz. Ja. Nem vittél a pálma? Ezt megjegyeztem. Semmi. És akkor az éket törölgetni magad? Aha. Mert? Meg puszint is üzöstettem. Meg puszint. Ez számomra érthetetlen. Mit keresett itt? Én hívtam, hogy jöjjön el. Aha. És akkor miért nem jött be? Mert elküldtem, mert tudtam, hogy ordítani fogsz. Ordítani fogok? Igen. Majd otthon. Majd otthon, szerintem. Jó itt vagyok egyébként. Neked is. Neked is. Az én gyomromnak. Tudod? Minden nem észletek le. Én arra vagyok kíváncsi, hogy hogy fog muzsikálni. Már amúgy tud. Hozzá te jár. Nyissa ki az ajtót. Hallottad? Mi van? Csak nem lelkifurdalásod van, hé! Itt van a balból a képek, milyen szépek. Tényleg szép. Jaj, de jó nézel ki, nézse. Ez a cigány gyerek se semmilyen. Jaj, nagyon jó képű vagyok. A... Aranka, nincs itt? Ő vele ugye, ahogy nézel ki, hogy kíváncsi vagyok, hogy hogy festesz mellette. Te ismered az Aranka? Ha ne! Aranka, akkor projekt lesz. A projektből pénz lesz, a pénzből meg te tudsz költekezni. Uh-huh. Te mindig magyarázol. Tegnap be akart jönni a balba, egyébként meg csinos volt. Ilyen zebra ruha volt rajta, nem is zebra tigris ez. Zolika is csinosan ki volt öltözve. Uh-huh. Most miért nem fér volna ott az asztalra? Enni volt, inni álltak, akkor miért nem tudod bejönni? Nem is értem. Egy csomó újságíró, fotós volt ott. Akkor miért nem jöhetett be? Te mindig, már akartam, hogy cirkuszolni ennyi gargyó előtt. Nem akartam, hogy most pedig azt mondjak, hogy a Győzike cirkuszol. Tudom, mi vagy ilyen? Aranka egy befektetés lesz. Mit fektetsz be, Aranka?
Aranka, Miami-ból gyűjt. Persze. Itt csinálok belőle nasztal. Hosszá, mint kimegyünk Miami-ba például, az elhagyott a segít elhelyezkedni, iskola meg ez hogy meg az. Nem ennék? Nem is ismered az embert, a féltékeny. Azt se tudod, hogy hogy néz ki, milyen ember. Hát a képet láttam róla. Emészthetetlen az én gyomromnak, tudod? Minden emészthetetlen, mert mindenki le akar feküdni, belé mindenki szerelmes, engem mindenki el akar rabolni, de azt nem nézed, hogy projekt befektetés. Mm-hmm. Még arra vagyok kíváncsi, hogy hogy fog muzsikálni. Értem. Már amúgy tud? Hát te azt mondta, hogy hegedű művész, hogy királynő volt kint Miami-ba. Értem. De mindig begondolod magadba, hogy most akkor most féltékeny vagy. Ismerd ma meg az embert. Majd megismerem, hogyha... Miért nem jöhetek oda balba kerülni? Elég, ezt már nem vagyok hajlandó vitatkozni. Itt van elegem, hagyok így itt mindent, te, hogyha ilyened van, idehozod Aranka, majd ő megfőz neked, mert most nekem elegem van. Megyek kozmetikushoz, kész. Pont idő van. Hello. Mi? Semmi. Hát nem hiszem. Na, ott hagytál valami. Nem. Boldognak, nem? De vagy, hát kozmetikushoz megyek, azért vagyok ilyen tré. Nem azt mondtam, hogy rosszul nézek ki, hanem... Jó szét hagyta. Tekintetem nem olyan mosolygós. Nem olyan mosolygós. Pedig hallgatok. De mi van? Te van egy nő, Miami-ból jött haza, vagy mit tudom én, de levelet találtam a Győző szekrényébe, és olyan furcsa levél volt az, amit tudod, szokott jönni ilyen rajongói levél, vagy mit tudom én, de ez olyan nagyon lényegre törően azt mondta, hogy majd ők összeadják, amiük van, de Győzőnek szerintem csak azt tetszik, hogy olyan nagyon külföldről jött, hogy Amerikából írt neki egy nő. De ki? Ha valamilyen aranyka, így volt a lej, vagy aranyka. Hogy néz ki? Ilyen fekete hajú, vagy barna hajú, ilyen, tehát szerintem tőlem öregebb. Nem tudom, hogy aztán egyedülálló. Hát jól, hát ilyen átlagos. Hello. Felszúszt a művésőnél? Persze, mindjárt találkozunk. Jó napot kívánok! A recepcióról telefonálok, és megérkezett Gáspár Győző, és önt várja. Mindjárt. Nem volt nyugos? Nem. Nem volt. Rossza, mint egy csecsemő. Jön ma. Gáspár Győző, most majd adok a szállnak, várjál. Megfagyasztottál, megbetegítettél, éheztettél. Hely! Megérkeztél? Morel! Mi a baj a drágom? Kiöltözök, oda megyek a bárba, és azon baj van, mert beasszony féltékeny. Hát mi vagy te? He? Papucs! Velem nem emeled fel a hangodot, jó? Bemegyünk, azt gyakorlunk, meg próbálunk. Várjál, most keltem fel, mindig akkor jössz, mikor pihenek? Hozzá te jár, nyissad ki az ajtót! Nyissad ki az ajtót! Hát ez egy ételem! Halkabban, mert vendégek is vannak. Én így beszélek, jó? Így beszélek. Hello, szia! Szia! Kezdj fel egy bajácska. Ajánljak neked valami nagyon újat? Hát attól függ. Van neked 24 karátos aranykezelésünk. Tényleg? Aranyka. Hát az itt van mindenhol. Jelen van az egész életemben aranyka. Tudja az el, mintha maga Rómába lépnél fel a legnagyobb vizébe, a legnagyobb színházba, és itt a nézőtét. Siazd el szívvel, lélekkel, és le fogom mondani, hogy mi a véleményem a produkciónak. Akkor szóljon a kettes művészt, és sok sikert! Egy szarkofág kellene ide, és akkor... Kérdezem én. Így hazamész,
Győzzenek, hogy arany. Győzik én. Megjött Aranyka. Mondom, jó? A színpadon nagyobb alázattal vagy, mint az életben. Látom, hogy színpadon azért alázattal vagy. De mikor veszekedni kell velem, akkor bezzeg veszekszel velem. Nagyon ügyes vagy. Elmegyünk egy budapesti stúdióba, mert ezt akkor lehet igazán élvezni, ha tényleg megvan minden olyan eszköz, adottság, amivel lehet élvezni, és ott fogsz élőben játszani. Zseniális vagy. Komolyan mondom. Na most figyelj rám! Még egyet kell csinálni nekem, mert én hiszem vagyok ismerős. Igen. Oké? Okay? Egy picit el kell vigyázni, hogy megigazítsák nekem a lábát ennek a hegedűnek, jó? Mit igazítsanak meg? A lábát, a hidat. Mondjad azt, hogy a híd, jó? Jó reggelt! Szia, baba! Szia! Kedvencedet főzöm. Jó, én rohanok, baba. Olyan infálmattam, megyek stúdióba. Minek? Hát mert van egy dolgom, hogy mennem kell Pestre, úgyhogy én most rohanok be. De akkor minek csinálok túrógombócot? Dicsek a szakacskönyvből, csinál az ura a legtúrógombócot. Nyami! Én most nem tudok enni túrógombócot, komán be. Már nincs olyan, úgyhogy megyek Pestre. De minek? Hát azt mondtad, hogy itthon leszel egész nap. Azt mondtad, hogy együtt ebédelünk, mert olyat főzek, amit szeretsz. De Bea, nekem most el kell mennem, mert csináljuk az új lemezt, meg mennem kell. Meg vannak ott melyik a többiek új lemez? Is. Az új lemezt csináljuk. Kivel, Veronikával? Veronikával, aha. Az új lemez? Az újat, aha. Hát erre most értesülök egyébként. Na, úgyhogy már jövök, figyelj! Nem zavad! A restúrakba jövök, jó? Sietek, Krisz, hozzak neked Pestő ajándékot? Köszönöm. Egy csokit veszek neked, egy tabla csokit. Köszönjük szépen, nem kérünk. Mondtam, hogy ne főz, úgy jut, hogy együtt zabizunk, nekem el kell adannom. Mikor mondtad, hogy ne főzzél? Tegnap este még úgy feküdtünk le, hogy holnap csinálsz nekem túrógombócot. Erre elmentem túróét, ma mindjárt kész a gombóc, te meg mész el. Na. Ez dolog nekem nagyon rejtélyes. Na, Cica, adj egy csókot a párnak. Szia, virág! Ja. Nem csak olyan fogom. Csira, fogod a fejemet. Na, na. Ne üssél, mert te nagyot tudsz ütni, szia. Jó. Na jó, van, már jövök, szia. Mi? Most minek mész el? Mennék a stúdióba, jó, macsa, ne kimdi két. Tudod, hogy nem mennék olyan helyekre, amiből nem lesz semmi jónak. Szia, szia, virág, sziasztok! Este jövök! Este jössz csak, haza? Igen. Virike, mit csinálsz? Hát gyere már ki a szekrényből! Hát azért álljon már meg a menet, na! Én háromra pisz. De nem, de tudjuk, hogy beteg vagy, de azért a szekrényben nem kell. Én háromra pisz. Egyet neked, egyet magamnak, egyet Evelynnek. Nem sokkal a szekrénybe. Oké, és már többször nem ennyibe a szekrénybe. Nem úgy voltam. Így. Így voltam. Na? Figyelj, ma. Na. Tegedítokat találtam. De ez honnan van? Ott volt az agy alatt. Visszarakja meg? Agy alatt? Hát most mondanom? Hogy hegedűtok. Azt hívóztam, azt ott volt. Uh-huh, visszarakjam, vagy nem? Ne ragdasztat vissza, ezt meg kéne nézni, hogy ez honnan... Hogy mi van ebben? Tedd ide! El akarok egy gépviszkét mondani! Tényleg hegedű. És valóban hegedű. Az igen, megvan. Rokonunk van, nekünk mindenki rokon. Ott most ez az ő hegedője szerinted? Mika. Mi közünk van nekünk ehhez a hegedűhöz? Meg Aranka, meg hegedű. Ha mi neked? Nem hiszem el, nekünk mindenki rokon, nekünk mindenki rokon. Hova viszed? Hova viszed? Mide viszem el? De! Az dolog, hogy minden ilyen, mennek, de rosszul is engem ébredsz fel. És tudom neked, Isten, hogy megtaláltad az egész életem.
Művésznő! Igen, drágám. Na gyere, ne drágázza, az időm az nem véges. Nem vagyis, na, neki műtve van. Úgy jössz le. Segítsek valamit? Légy szíves. Na. És ezzel mit csinálják? Adjam rá? Nem, ja, értem, drága. Jobb, ha nekem adnod, ott adom anyámnak karácsonyra csalit. Na, megint megkezdtem. Milyen megint megkezdtem? Hát ez a bunda nem olcsó. Na, menjünk. Csak add már nekem ezt a bundát, adok itt 2000 forintot. Ja, anyámnak karácsonyra, de szép lenne ajándékba. Mint egy új vodács helye. Na, ha segítsen, mert hozzatok traktort, az betetetlek, hát nem visz beülni csinálni. Hát ezen ma mit kell segíteni? Itt a kulcsom, ha szépen beülsz, van két lábad, csak segítsen, Jézi, Miss Universe vagyok. Gyere már, mert magas a kocsi. Hát de mit magas a kocsi? Hát jól akar magas, mint te. Na, jó van akkor. Na, bundaltott, hogy cepferázom el engem, nem érdekel. Na, menjünk, mert vár minket a körmendi úr. Nézzük, elhegedül, mert elhoztad, drágám. Ú, basszus a hegedűd, azt nem hoztam el. Te mindent elfelejtesz? Próbáljam, mert még ilyet nem láttam. Mindig felidegesítem, és akkor fel vagy akadva, hogy kiabálok. Hát de csodálkozom, megbolondítod a jó ember csajét. Miért megbolondítod a jó ember csajét? Mert gyere ma! Állandóan, pálandóan, de ne kiabáljál már, légy szíves. Állandóan, essi, így siessi. Te csinálod azt, hogy kiabálok azért, mert mindig elfelejtesz mindent. Te idegesítel engem. Halló! Zsolti, figyeljél majd! El kell menned hozzánk, ahol van az aranybútor. Aranka, maradj csendben. Ahol van az aranybútor, ott a... Mindig elfelejtesz, mindig. Jaj, maradjam a csendben. Ott van az aranybútor, van ott az ágy alatt, van egy ilyen tok, hegedűvel. De úgysem, hogy be, ne vegye észre. Bemégy, besomporgasz, hogy mit tölj, hogy végy, belégesítsél ma. Szehozz a hegedűt, jó? Ennyit nem lehet rád bízni. Stúdióba, tudod? Ennyit nem lehet rád bízni. Na jó, gyere, mondjátok, akkor, hogy írjam fel a dílemet. Ne adjam már ránkat, de hát akkor ne vegyen észre, jó, úgy csinálom, hogy ebből ne legyen ma a családi perpátvar, vagy probléma. Bemégy, hogy ma te bemégy hozzá, kiropod a hegedűt, azt jössz fel Pestre, jó baba? Kilopja. Na meghalálom, csókollak, szia. Győzik, ennyit nem lehet rád bízni, csillagom, hogy egy hegedű, ne felejts, mindent elfelejtesz. Aranka. Hát hogy van ez, hogy minden, mindig megoldom, azt mondom, hogy kiabálok, vagy kiabálok, mert mindig felidegesítesz engemet. Mindent elfelejtesz. Szervusztok! Cső! Sziasztok! Szervusz, helyzet? Milyen helyzet? Győzi hívott, hogy ugorjak be. Hát Győzi nincs itthon. Hát de nekem felhívott, hogy ugorjak be. Miért is? Nekem van egy kis dologom azt akkor. De intézed a dolgaidot, mit csinálsz? Főzöl, vagy mi van? Ha ma megfőztem, ma most ezt a levelet, ami most jött, ezt olvasom. Jó, kinek... olvasd el azt a tartalmat, ajd elmondod nekem, jó? Nem is értem egyébként. Tartalmat. Visszaérsz neki vagy, ne? Nekünk ebben mi közünk van? Most mit akarnak? Pénzt? Pehe, de nem keveset. Nem keveset. Milliós nagy csalgömbbe beszélgetünk. Pár ezer forintban nem is elmegy. Akkor a csalma az emberek bolondulnak. Mi van, Bél, baj van? Nincs baj, keresel van? Nem keresik semmit, csak ja. Szétnézek. Győző nincs itthon. Na, ha jó ma van. Én is úgy mi van, Virág? Anya, no. Amúgy mi a helyzet, Zsolt? Nincs semmi, Brea. Valódi oka van, mert valamit így nagyon... Elvesztettél valamit? Vagy így hagy... Győző felhívott. No? Engem ezt hagyja. Keresel valamit, ugye? Győző. Hogy ugorjak be. Csak nem valami hegedűszerű dolgot. Az kéne nekem. Az. Mutasd meg nekem. Megmutassam? Tényleg meg van? Ott van-e, nézd meg, hogy mi van benne. Na csak. Húha. Mi baj van? Most ezt te hoztad, ide? Húha, gyere majd a Bea! Ha most ezzel mit csinálnak, Zsolti? Ez drága hegedű, ne vicceljetek majd, gyerekek. Mi jött ide ez a hegedű? De most ezt akarom kérdezni. Mi jött ide ez most a hegedű? Most mi ide hoztatok? Mi ide hoztatok? Most mi nekem mondjatok, nem az volt a dolgom... Arra
hát egyszerűen nem meritek idehozni. Jó, van bele, én elmegyek. Hát jobban is teszed, szerintem. Nem viszem adom Győzi, nem tudom, Győzi tud elő? Nem, csak úgy hirtelen ideges lettem. Mondd meg neki, hogy egy hirtelen haragomba történt. Egyébként majd megbántam. Én meg kell én ezt ki nem bírom fizetni. Járagudjál be. Én erről nem tehetek róla. Ebből nagyon nagy baj. Véletlenszerű baleset. Nem én rám lesz, tanulom, itt van szint, tanúskodok. Véletlen elestem a hegedűvel, véletlen pontra estem. Véletlenszerűen pontra estem. Nem érdekel Zsoltika. Valóban így direktesen törtem szét, hogy véletlenül elestem. De a lényeget te mondta meg, hogy mi? Hogy került ide a hegedű? Most Zsorti? Nem is érdekel. Vagy Győző? Az a lényeg, hogy nincs itt. Ennyi. Jó napot! Hello, hello! Jó napot kívánok! Gyertek beljebb! Körmendi Péter? Balog Aranyka, művészelem Aranyka. Hello, hello! Gyertek! Én még mindig ugyanaz vagyok, Fuzi Armando. A jó képünk, na gyere Aranyka! Dzsungel szörnye, gyere! Köszönöm! Gyerekek, csinálunk akkor egy próbafelvételt, jó? Vedd elő a hangszert, légy szíves! Na! Aranyka, amit megmondja Péter a korrektet, nem most kezdte a szakma? Jaj, de szép! Hanem akusztikus hegedűd nincs? De igen, van. Jaj, de jó. Bocsánat, elnézést kérek, otthon hagytam, mert otthon hagytam, szóltam az öcsémnek, szerintem pár percen belül itt van, addig játssz az akusztikus hegedűdön. Ez az elektromos, az akusztikus. Elektromos. De jó, addig lesz mit csinálnunk, beállunk meg ilyesmi. Na, állj be, hozz hegedűzzé nekünk, drága. Föltesszük az alapot. Kérem szépen a CD-t, és innen folytatjuk, hogy betöltjük a zenét. Igen. Na, következő, gyere, megnézzük a mikrofont. Jövök én! Nagyon profi equipment van. Nagyon profi. Micsoda equipment? Hogy mit mondasz? Nagyon jó. Profi equipment, az egész felszerelés nagyon profi. Igen. Nagyjából, hogy vedd fel, mintha hangszert tartanád körülbelül, hogy... Azaz. Ez pont jó itt ez a... Jó. Győzik, mi baj van? Mi baj van? Hát dolgoznánk. Megy az idő. Igen, igen. Megy az idő. Na, már megérkezett, na. Megérkezett, na, Péterként. Na, gyere. Körmendi Péter a stúdióvezető. Na, Svarzsolt vagyok. Testvérem. Szia. Szia. Szia, Anka. Na, mi van? Na, itt azt elgedültem. Elhoztam elgedült, meg két tengén. Na, mi van? Na, mondjad, hogy mi van? Milyen probléma van? Sugdalózol, mi van? Én vigyáztam rá. De most mi van? Én vigyáztam rá a Győzi. Na, ma mindenki műtve van, úgy beszélsz, no. De Győzi, én vigyáztam rá. Hogy kezd kibontani csajért? A feleséged idatta. Kezdjünk ma. Ma nekem az nem tetszett, Aranka. Be volt dobva a WC-be. Mi volt a dobva a WC-be? Győzi, be volt dobva. Győzi! Én nem csináltam semmit. Minden darabja megvan, Aranka. Zsolti. Én a WC-be találtam. Milyen WC-be? Az ágy alatt volt. Mali, nem volt az ágy alatt. A feleséged így adta oda nekem. Mehetek is vele. Hol a telefon? Hogy így volt, Aranka, drága. Itt van minden. Drága dolog volt. Ez is milyen szépen megvan. Ide figyelj. Figyelj csak ide. Figyelj ide. Ezt nem lehet összeragasztani. Haló. Figyelj majd. Hegedűvel mi történt? Nézd már szépen. Mi okon törtette össze a hegedűt? Mi okon törtette össze a hegedűt? Hát az a cigállányi hegedű! Na jó, otthon megbeszéljük, otthon megbeszéljük, álljon meg a menet! Te maradja a csendben, hány éves út, ezzel foglalkoztam, nem mindegy, ennyi volt! De meg ne törözte még jobban, megmondtam, hogy vigyázzál, mint egy szép nő lenne, úgy vigyázzam, de hívj! Na majd ezzel foglalkozunk, majd vigyázzunk, nem lehet arra vigyázz, össze van törve, oszkiz, van mit van? Ez csak a bajt, a bajra! A korádba fogok kerülni! De mi bajod? Ha jó vagy. Hát ilyet nem tudsz a venni, de ez nem olyan, hogy elmész és veszel egy másikat a boltba. Fejezzétek be, mert Petinek megy az ideje, ne így járassuk már. Bajra halmozza, ez Aranka. Egyébként meg igazán nem tudom, Zoli nem tudom. Én halmozom a bal, Zoli nézd jobban. Már oda, nézd Aranka, már oda. Maradjon egy picit, mondtam, a tolerancia, bár minden megyek ki. A tolerancia egymás iránt. Az, hogy elfogadjuk egymást, milyen tisztelet. Tisztelet. Nem kell ki a bal. Már oda. Táncoljak, mosolyogjak? Abban igazán van neki. Legyek boldog-e? Feleségét, de haza még megbeszéljük. Hát ez már túlzás. Én megértem őt, igazán van neki. Gyere, de! Gyere! Ha igazán van, a te feleségedet is, meg kell megtalálni. Az isteni neki. Hát akkor marad az elektromos hegedű. Mondta, tiszta pancsör vagy. Az időnök. Ez az a híres Aranka? Jó, ő lesz.
téged. A végén kiderül, hogy tényleg tud hegedülni. Nézd meg, bejutott a reggelibe. Az én tudtam, mikor elment a reggelibe. Mi kell neked erről tudni? Hogy ő a reggelibe van? Még ugrik azt, ami most ez... Most ez táncos nő, vagy hegedű művész? Mindig táncol és hegedű. Szép annyi. Hát nagyon jó vagy, Aranka, mennek az SMS-ek. Na majd írok ma én is egyetet. Mi SMS szám? Jó teszed, Aranka, csak így tovább, valami ilyesmit kéne írnom. Na van, ennyi volt a projekt. Nagyon jó vagy, Arany. Ennyi. Nagyon jó vagy, Arany. Csak így tovább, Győzi mentesed.